Ahogy megcsapnak ezek az erdei illatok, szinte hát azt is gondolom, hogy inkább gombáznék egyet, mert az, vagy hogy az avarban túrnék még egy kicsit, hogy azt szaglásznám. Meg az is érdekes, hogy valahogy azt a kedvet hozzák, hogy az, ehhez a házhoz hátulról kell közeledni, és igaz is, mert hogy a pinceajtó nyitva, és akkor úgy jön az a valakinek dohos, van akinek kedves pinceillat. Az érzik, hogy tárolnak itt bort, az a savanyú illat az jön. És akkor ott van egy műhely, ahonnan meg enyv. Olyan régen láttam már enyvet, és akkor erre megcsap ez a, hát ez egy bűz, az enyvnek bűze van. Ott egy gyerek tesz-vesz vele, kiömlött, és ezért meg is égett. Szóval, hogy van ott rendesen enyvszag, de hát egy hajó modellt épít, és annak meg ez a fűrészpor illata, ez ellensúlyozza. Szóval ebben a házban így hátulról kell a dolgokat kiszimatolva hátulról bemenni, aztán persze az udvarra nyílik a konyha is, és akkor ott a pörkölt még mindig csak úgy körbe szaglászom, hogy a pörköltnek van egy ilyen kifejezetten csípős íze, hogy ez paprika, vagy bors, azt hiszem ez bors, mert hogy valamiért a bors a vezető, mert az uborka salátát is megborsozták. Szerintem az bűn egy ilyen hersegő uborka salátát túlborsozni. Mindegy. Ők egy kicsit ilyen fajta emberek. A ház is ilyen, hogy van ami úgy túl van fűszerezve, meg van olyan, ami olyan ízetlen, mondhatni, ízléstelen. Szerintem a nappali az. De hát ez ugye az erdei illatok meg az elmszakhoz képest. Lehet, hogy van akinek ez az ízléses, hogy olyan birsalma a szekrény tetején, meg ilyen gyümölcsteák, meg ilyesmi, szóval, hogy ez is egy világ. Azért én azt szeretném, hogy tegyen elém egy rendes pohár bort, még akkor is, hogyha egy kicsit ecetes, és akkor azzal úgy elcuppognánk. De hát mindegy, az a lényeg, hogy ez egy nagyon-nagyon sokszínű ház, és rajtad múlik, hogy mit emelsz ki belőle. Rajtad múlik, hogy alaposan körbeszaglászod-e, élvezed-e a különféle ellentmondó ízeket, vagy azt mondod, hogy inkább valamilyen egységesebbet, ilyen, tudod, mint a németeknél van ez a Braune Soße, amivel elütenek mindent.